A Verbászi Városi Múzeumban 2016-ban rendezték be a Pehán termet, ahol azóta számos levéllel, tárgyal, bútorral bővült az eredeti kollekció. A Pehán centenáriumra egész éves rendezvénysorozatot szervez a múzeum. A nyitó rendezvényen a festő portréit állították ki. Egyik oldalon bemutatjuk ezeket a Pehán portrékat, Pehán önarcképeket, a másik oldalon viszont bemutatnánk azokat az önarcképeket, amelyeket a fiatal festők önmagukról festettek időközben az elmúlt 20-25 év során. Tehát így alakult ki ez a mai kiállítás, amely azt hiszem, hogy méltó nyitánya mindannak, ami egész évben át történni fog. A Pehán emlékév rendezvény sorozata a festő halálának pontosan 100. évfordulóján, jövő vasárnap, március 6-án folytatódik, amikor a múzeum munkatársainak vezetésével körbejárják a Pehán által megfestett helyszíneket, ellátogatnak egykori műtermeibe, sőt még a magánkézben lévő festmények megtekintésére is lesz alkalom. Pehán József korának ismert festője volt, és ma már a szecesszió egyik legjelentősebb alkotójának tartják, de a 100 éve elhunyt művész hagyatékával nem bánt kegyesen a sors. Művei magángyűjteményekben szétszóródtak, tűzesetben megsérültek, olyan képe is van, ami 110 évig egy templom padlásán hevert elfeledve. A jubileumi év során megismerhetjük a sokoldalú művész munkásságát. Fotóiból nyílik kiállítás, bemutatják zeneműveit, záró rendezvényként pedig a vajdasági szecessziót bemutató átfogó kiállítást rendeznek.